A Wing Chun Kung Fu-t Yip Man nagymester kezdte el nyilvánosan is oktatni. Az ő tanítványa volt Bruce Lee, aki világhírűvé tette ezt a stílust. Az öreg mester legutolsó és legképzettebb tanítványát Dr. Leung Tinget nevezte ki örökösének. Ő az eredeti kínai Wing Chun Kung Fu nagymestere, aki Sifu Mádai Norbertet fiává fogadta. A kelet-európai főinstruktor személyesen tartott tavaszi szemináriumot Pécsett. Pécsi iskola és a közeli iskolák szervezték ezt a rendezvényt. Oktatni jöttem és vizsgáztatni, és mindig nagy öröm látni azt, hogy a háború közben és a Covid után is ilyen nagy az érdeklődés, és ennyi ember szereti azt, amit 38 évvel ezelőtt elkezdtem. A Covid azért elég rendet vágott mindenhol, úgyhogy a mi iskolánk hála Istennek azért nem olyan nagy veszteséggel, de túlélte ezt a nehéz időszakot. Nyilván mindenki azt a harcművészetet gyakorolja, amit szeret és kedve van. Nálunk azért a érdeklődés és az elkötelezettség az töretlen. Miután a Wing Chun egy lánynak a neve volt, aki ezt az egészet a Shaolin templomnak a hagyományos erő kung fujából a technikára, a könnyedség és a gyorsaságra helyezte el. Bruce Lee volt ugye az egyik legismertebb képviselő, aki szintén Yip Man mester tanítványa volt. Én úgy gondolom, hogy ezért pont ez a lehetőség a lányoknak arra, hogy az ő fizikumoknak, az ő gondolatiságuknak megfelelő harcművészetet tanuljanak. A Shaolinból született és az öt legjobb Shaolin mester egyszerűsítette és csupaszította le azokról a felesleges és látványos mozdulatokból, amik használhatatlanak a valóságban, de ezt tovább egyszerűsíteni már nem lehet. Tehát egy villámgyors egyenes ütése már nem lehet egyszerűsíteni, egy villámgyors egyenes rúgása már nincs mit egyszerűsíteni. Én azt gondolom, hogy azok a klasszikus értékek, amelyek ebben az értékválságos világban mindenhol hát egy kissé billegnek, én azt gondolom, hogy előbb-utóbb minden a helyére kerül. Tehát ezek az újfajta csökevények, amelyek mindenféle ebből, abból, amabból ötvözök, aztán majd lesz belőle valami, én nem hiszem, hogy ezeknek történelmi táblatuk van. Egy biztos. A klasszikus ősi harcművészetnek, amiről te is beszéltél, azok már bizonyítottak több száz év alatt, és hát reméljük, hogy fognak is. A Wing Chun jelentése gyönyörű tavasz. Így hívták azt a kínai lányt, akiről a stílus a nevét kapta. A Wing Chun oktatása a kínai hagyomány szerint csak családon belül történhetett, de mára már több mint ezren űzik hazánkban is. Manapság egész kiskorban kezdik az edzéseket. Nekem azt tetszik benne, hogy olyan ügyesek, tehát nekem nagyon tetszenek a mozdulatok. Edzésekre szoktam ide járni, otthon nem szoktam gyakorolni, de szerintem nem is kell. 2010. szeptemberében kezdtem el a Wing Chun edzéseimet, és hát harmadik mesterfokozatig jutottam eddig a tanulmányaim során, de hát nyilván folyamatosan haladunk előre. Ezek a legfontosabbak szerintem, amikor a nagymesterünk Sifu eljön hozzánk, és tanít minket. Én nem tudom, ő a világon az aktív mesterek közül a legmagasabb fokozatú, és hát szerintem, hogyha tőle tanulhatunk, az egy megtisztelő és egy csodálatos dolog, és szerintem, aki komolyan szereti a Wing Chun-t, annak itt a helye. Hát az életem része abszolút, igazából kell vele foglalkozni, mert ha az ember nem csinálja, akkor nyilván kopik a megszerzett tudása. Hát igazából nem szeretném abba hagyni, az szerintem a jobb válasz. A tanítványok minden alkalommal megemlékeznek a 2008-ban elhunyt pécsi mesterről, Szabó Ferencről, aki több mint 30 évvel ezelőtt kezdte el oktatni a Wing Chun Kung Fu-t, azt a harcművészeti ágat, melyet Mádai Norbert, Kelet-Európa főinstruktora terjesztett el hazánkban.